Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Vendégem Séllei Györgyi, szexológus, tanácsadó és mediátor. Csókolom a kezét. Jó napot kívánok. Az imént, még a beszélgetésünk elején azt mondtam, hogy azzal vezetném be, hogy legalább egy éve fennálló szexuális zavarokkal küzd a magyar nők 52%-a, tehát több mint a fele, és a férfiak 48%-a. Én erre azt mondom, hogy ez egy érdekes adat, ön pedig azt mondta, hogy borzasztó. Igen, és hogyha jól belegondolok, még azt is mondhatnám, hogy még azon is lehet csodálkozni, hogy csak ennyi. Mert hogy nagyon-nagyon keveset tanulunk ebben a témában, és igazából azt gondolom, hogy a jelen állapot, ami történik a médiában, egyáltalán az életünkben, az inkább afelé fogja tolni az emberek nagy részét, hogy előbb vagy utóbb, most már inkább előbb, valamiféle zavar fel fog lépni szinte biztosan a házas életében, a párkapcsolat életében, a szexualitás területén. Én bizonyos vagyok benne, hogy sajnos nem tudunk a dolgok teljes mélységére ásni, időhiányában természetesen. Azt már is mondom, hogy ezt a beszélgetés szándékaink szerint megismételjük, nem ezt, hanem kicsit másként. De én magam is azt tapasztalom, hogy bármennyire is tabu téma a szex, az egyik oldalon tabu témának tekintjük, tehát elvész az intimitás, a másik oldalon pedig szabadosak vagyunk. Igen, ezt úgy hívják, hogy ez a kettős mérce, és ez a kettős mérce ez egy olyan hatást gerjeszt, hogy leginkább az, ami extrém, az, ami különleges, az, ami azt hiszem, a extrém a legfontosabb jelzője ennek a kapcsolatok, vagy ezeknek az ilyen típusú kapcsolatoknak, ez az, ami borjánzik, és ez az, ami nagy valószínűséggel, főleg az interneten keresztül szinte minden korlátozás nélkül ömlik be az életünkbe, ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az, ami az intimitásról szólna, az nem látványos, vagy nem annyira látványos, mint az extrém oldal. Arról képekben jóval nehezebb dolgokat megmutatni, hiszen az belül zajlik, bennünk belül zajlik. És ez nem annyira eladható, ez nem annyira látványos, illetőleg ez az, ami a lényeg lenne, hiszen ez az, ami megérint minket, és ez az, ami egy kapcsolatnak majd a minőségét adná, ebből jóval kevesebb van. És valahogy azt érzem, mintha mind a két típusú szexet, vagy mind a két oldalát, az extrémet, az intimet egy kalap alá vennénk, és azt mondanánk erről, hogy erről nem beszélünk, ez a tipikus tabu. Szemérmesek vagyunk, feleslegesen? Még és, mindig. És az álszent dolog, ugye? Én azt inkább tapasztalom azt legalábbis. Uh-huh. Inkább azt mondanám, hogy nem tanulunk, nincsen különbségtétel szemérem és szégyenérzet között, nincsen különbségtétel a között, hogy mit érdemes vállalni, mit nem lehet vállalni, mit szeretnék vállalni, vagy mit nem akarok vállalni, és ezt azt hiszem, hogy gyerekkortól kezdődően lehetne alakítani, gondolkodni róla, tenni érte, és felnőtt korig, azt hiszem, az életünk végig lehetne ezt tanulni, alakítani, és ez az, ami még mindig nem történik meg talán. Mikor kell elkezdeni megtanulni? Mikor kell elkezdeni megbecsülni az intimitást, hogy aztán majd később összekacsinthassunk önmagunkkal? A foganástól kezdve? Igen? Igen, azt gondolom, hogy sokan azt mondjuk, hogy a születéstől kezdődik az életünk, de lehet, hogy ennek van egy sokkal intimebb pillanata, akkor, amikor először találkozik a férfi és egy nő egy újabb emberen belül, amikor a foganás megtörténik. Lehet, hogy innentől kezdve kezdődik az intimitás, mert az, ahogyan magunkkal viseltetünk, az, ahogyan a másikkal viseltetünk, az, ahogy majd a megszülető magzattal viseltetünk, ez mind-mind befolyásolja majd később a szexuális életünket is, mint ahogy egyébként is a személyiségünk alakulását is. A szemérmesség és egy ősi emberi tulajdonság, ezt tudjuk. Ugyanakkor a szabadosság hogy kapcsolódik ehhez? Mikor veszítjük el? És mit felejtünk el közben, amikor szabadossá válunk? Szóban és tettben, mondom én. Ez is egy érdekes kérdés. Azt hiszem, hogy szoktuk azt mondani, hogy egy újszülöttnek minden vicc új. Azaz egy megszülető ember számára a szexualitással kapcsolatos minden információ, érdekesség, és teljes ártatlansággal lépünk bele ebbe a témába. És aztán a körülöttünk levő világ, a felnőttek világa alakítja majd azt, hogy hogyan kell nekünk erről vélekedni, hogy hogyan kell ehhez viszonyulni. És a felnőttek jó részt a körülöttünk levő társadalom alakítja ki azt, hogy bennünk milyen képzetek, milyen elképzelések, és aztán milyen viszonyulások alakulnak majd ki a szexualitással kapcsolatban. Úgyhogy igazából kicsi gyerekkortól kezdődően az, hogy a szüleink hogyan viselkednek egymással, hogyan viszonyulnak hozzánk, ez mind-mind alakítja azt a nem látható hálót, vagy azt a nem látható közeget kívül, ami majd bennünk fog tükröződni, és aminek mentén majd kialakul bennünk a szégyenérzet, vagy a szabadosság. A szégyenérzet sem, meg a szabadosság sem elítélendő, vagy megítélendő, inkább azt mondanám, hogy mind a két út
rejthet nagyon fontos szempontokat, az egyik az visszafog, a másik teljes egészében kinyit, de a szexualitásban a szabályozottság lenne a lényeg. Az, hogy ne engedjek mindent be, vagy ne zárjak ki mindent, hanem tudjak válogatni, tudjak dönteni, hogy mit szeretnék, mit akarok felvállalni, mit nem akarok felvállalni, és mit kínálok egy másik ember számára szintén. Tehát a szabadosság és a szabadság között elvileg csak egy betű a különbség, mégis óriási. Óriási. És a tét is nagy, azért valljuk meg, hiszen azért korán sem mindegy, amikor arról beszélünk, hogy szemérmes az ember fia, hát elvesztettük ezt a szemérmet, szabadosak vagyunk, hiszen úgy beszélünk, ahogy teszem hozzá, és ez egyre inkább népszerű. Lehet-e gátat szabni a szabadosság népszerűsítésének, népszerűségének? Azt hiszem, hogy nem a gátszabás lenne talán a célszerű, hanem inkább a tudás erről az egész témáról. Ugyanis nem csak a szabadság és a szabadosság páros lenne érdemes megvizsgálni, hanem az erő és az erőszak viszonyát például, vagy a gyengeség és a gyengétség viszonyát. És ezek mind-mind tükröződnek a szexualitásban, és hogyha egy kicsit elcsúszik ez a bizonyos kifejezés, vagy a szó, egy kicsivel többet vagy kevesebbet teszünk hozzá a szóhoz, ami azt jelenti nyilván, hogy egy más viszonyulást fogok mutatni egy másik ember felé, ez alapvetően befolyásolni fogja azt, hogy hogyan éljük meg a szexualitást. Napról napra ezzel a probléma halmazzal foglalkozik. Tudatlanok vagyunk? Mi a tapasztalata, a szakember tapasztalata, a nő tapasztalata? Igen, azt hiszem. Igen. A tudatlanság az egyik ok. Azt hiszem, nagyon keveset tanulunk arról, hogy egyáltalán hogyan alakul ki a szexualitásunk. Aztán a tinédzserkorban, hogy hova fejlődik, vagy hova változik a szexualitásunk. Vagy a felnőtt korban, hogy a szexualitás milyen viszonyait szeretnénk megélni. A gyerekvállalás időszakában nagyon-nagyon keveset tanulunk arról, hogy hogyan változik meg egy pár élete akkor, amikor gyereket vállalnak, vagy az időskoriról már nem is beszélve, és ez mind-mind olyan életszakaszok, olyasfajta területek, amikhez nagyon sok tudást lehetne hozzárendelni, és azt hiszem, hogy jóval kevesebb keserű tapasztalat lenne a végeredménye, hogyha ezzel foglalkoznánk időben, lehetőleg azt megelőzően, hogy ennek ideje lenne. Tehát a fogantatástól leginkább, akár, a születéstől, igen, tetszik. Igen, akár. A társadalmi változások mennyiben generálják ezeket a párkapcsolati problémákat? Gondolok itt elsősorban, hogy rendkívül felgyorsult a világ. Tartós párkapcsolatra egyre kevesebb szükségük van, legalábbis látszólag így gondolkodnak nagyon-nagyon sokan. Én nagyon Tehát karrier emberrel... és párkapcsolat, a kettő nem biztos, hogy kézenfogva jár mostanság. Én nagyon sok emberrel beszélgetek ezzel a dologgal kapcsolatban, és azt hiszem, hogy nem csak a világ változik, hanem ami változik, az is nagyon fontos. A férfi-női szerepek, a család, a munka, ezek mind nagyon-nagyon rövid idő alatt, tehát mondjuk egy 50 vagy 70 év alatt olyan változásokon mentek keresztül, ami emberi léptékkel szinte követhetetlen. Tehát az, hogy az, ami normaként működött ezelőtt 50 évvel, vagy 20 évvel, vagy 100 évvel, az már nem norma, de nincs új, vagy valami, én azt hiszem, hogy van új, csak az újak kialakítása, az újak megtalálása, vagy egy újabb fajta egyensúly kialakítása, ez lassabb folyamat. Előbb teszünk, aztán gondolkodunk róla néha. Tehát ön elfoglalta, ebben megegyezhetünk nyilvánvalóan. Igen, eléggé. Beszéljünk a zavarokról, essék szó a legfontosabb zavarokról, hogy melyek ezek, fizikai és lelki. Kezdjük a fizikaival. Ugye az tetten érhető azért csak-csak, a lelki viszont kevésbé, de mégis kapcsolódik egymáshoz. Sőt, nagyon is összefügg a kettő egymással, ugyanis nők például nagyon gyakran számolnak be arról, hogy a szexuális életükben belül jelentkező zavarok, azok néha a testükre is erős hatással vannak, azaz olyasfajta betegségeket is generálhatnak, vagy olyasfajta tüneteket produkálhatnak, ez egyébként férfiakra is igaz, ami, hogyha partner cserélnek, magyarul az egyikkel befejezik a kapcsolatot, és egy másik partner jön az életükbe, gyakran megszűnnek azok a panaszok, amik fennálltak. Tehát azt hiszem, hogy a nőgyógyászti, vagy az andrológiai, azaz a férfiakkal kapcsolatos problémák egy része partnerfüggő, vagy partnerhez köthető, ami mindjárt a viszonyt is jelenti, azzal az adott partnerrel valamilyen szexuális viszonyt hozok létre, és ez a viszony az, ami vagy támogatja, vagy egészségessé tesz, vagy kielégítő, megelégítő és kiteljesítő számomra. Tehát a távolságtartás, az úgynevezett frigiditás, az lehet egyik oldalról fizikai és lelki, vagy mindkettő? Természetesen, hiszen a testem az ugyanúgy reagál, a testem is kihűlhet, meg a lelkem is ugyanígy kihűlhet,
és nagyon nehéz a kettőt elválasztani egymástól. Az, hogy valaki frigid, ezt nem nagyon gondolnám, hogy így hirtelen rá lehet mondani bárkire, hogy ő frigid, mert hogy a teste nem reagál valamire, vagy hogy a teste úgy reagál, hogy hűvösen. Mert az azt jelenti, hogy nincsen meg az a közeg, nincsen meg az a melegség, nincsen meg az, ahogyan azt a testet fel lehet melegíteni. És ez nagyon gyakran jelentheti azt is, hogy a lelkünkben hiányzik valamiféle melegség, amit egyszerűen a testem szintén észlel, és nem reagál. Frusztráció. Lehet. Ugye ez mindennapos? Lehet. Szégyenérzet? Természetesen. Túlterheltség. Túlterheltség. A szégyenérzet az miből, hogy alakul ki? Az gyermekkortól, és voltak éppen az is, nyilván egy tanácsadói szolgálat segíthet ezen. Tehát ez orvos-beteg probléma? Nem csak orvos-beteg, hanem azt gondolom, hogy például szülő-gyerek probléma is, vagy párkapcsolaton belül párkapcsolati kommunikáció probléma is, mert az, hogyha valamit szégyentelinek élek meg, ez lehet azért, mert a közeg, a szülői közeg, a család valamit szégyenteljesnek bélyegez. Lehet az is, hogy a barátaim, az ismerőseim tesznek olyan megjegyzést, amitől a szégyen kialakul bennem. Lehet, hogy olyat látok, olyat tapasztalok, amire nem vagyok készen, amit nem tudok befogadni, és a testem automatikus elzárkózással reagál, ami a szégyennek az egyik megnyilvánulási formája akár, de ez nem egy tudatos elzárkózás, hanem egy nem tudatos elzárkózás általában. Úgyhogy a szégyeneket fel lehet oldani, illetve érdemes megnézni, hogy kell-e, hogy szégyent érezzek adott helyzetben, mert hogy a szégyen néha véd, néha pedig gátol. Önértékelési zavar. Bűvös jelzőszerkezet ebben a kérdéskörben is. Az önértékelés nagyon-nagyon fontos a szexualitást illetőleg. Az, hogy én magamat milyennek ismerem, hogy ismerem-e egyáltalán magamat, hogy tudom-e, hogy mire van szükségem, ez a dolog egyik oldala, és aztán majd ehhez hozzá tudom-e tenni azt, ami a másik embernek az igénye, és az ő szükségleteinek, vágyainak, az ő testének, lelkének is szintén megfelel. Úgyhogy ezt szoktuk úgy mondani, hogy összehangolás. És ennek az elsődleges kulcsa az önismeret. Addig, amíg magammal nem vagyok tisztában, amíg nem tudom, hogy nekem mi az, ami kellene, mi az, amit szeretnék, mi az, amit nem szeretnék, mi az, amit akarok, mi az, amit nem akarok, addig nagyon nehéz zöldágra vergődni ezekben a dolgokban. Tehát az önismeret segít abban is, hogy túllépjünk a kudarc élményen adott esetben. Nyilván. Természetesen. A szex is azt gondolom, hogy nagyon gyakran járhat kudarccal. De hogyha úgy formálom a dolgot, hogy a szexualitás tanulási folyamat. A tanulás magamról, tanulás a másikról, amiben nagyon sokfajta módon lehet tanulni, lehet kudarccal terhesen is, és kudarccal terhelten tanulni, ami egy idő után szinte biztos, hogy visszahúzódást, fájdalmat, keserűséget fog bennem generálni, lehet, hogy a másik emberben is, és lehet sok-sok sikerrel teli, akkor, hogyha ismerem magamat, és hogyha sok-sok minden mást is tudok még. Ahogy mondtam, nagyon fontos dolog az, hogy nem csak magamról kell tudnom sok mindent, hanem a másik emberről is. És ennek a kettőnek az összhangja, az összjátéka, a tánca az, ami azt hiszem majd oda vezethet, hogy ismerve jó lesz az, amit együtt. Elkerülhetőek egyáltalán a krízis helyzetek? Nem tudom, hogy elkerül. Nem hiszem, hogy az élettel nem nagyon gondolnám, hogy a krízis helyzetek elkerülhetők lennek. A szexualitás maga az élet. És azt hiszem, hogy ezeket nem lehet elkerülni. De az, hogy egy kudarcot, hogy minek ítélek például, hogy kire fogom a kudarcot, hogy miben keresem ennek az okát, mit próbálok tenni azért, hogy ez feloldódjon, vagy hogy mit tanulok egy kudarcból, ez már nagyon fontos. Ezek nyersanyagok, amiből sokat lehet tanulni. Milyen egyébként ma Magyarországon, ne tekintsünk ki Európára, feleslegesnek tartom, a szexuális kultúra? Hát erre hirtelen nem is tudnék mit válaszolni, azt gondolom. Mit neveznénk szexuális kultúrának? Azt, amit kapunk a szüleinktől, azt, amit évezredek óta kapunk, azt, amit generációkon keresztül mint nő például kapok, vagy mint férfi kap bárki. Tömény testiségen túl. Uh-huh. Hát erről beszélek, hogy a testiség, a szexualitás nem csak testiség. Igen, tehát az érintés, a gyengétség, a szó. Az, hogy mit preferálok, hogy mit tanulok, ezek mind-mind hozzátartozik. Az, hogy a mezítelenséggel hogyan állunk, az, hogy például a mezítelenség miben elfogadott. Egy művészeti alkotásnál már elfogadjuk a mezítelenséget. Bizonyos esetekben ránk kényszerítik a mezítelenséget,
televízióban, vagy bármikor. Most például nagyon érdekes, én gyerekekkel is nagyon sokat foglalkozom, órákat is tartok, és például viccként, trükként néha a fiúk a lányok orra alá dugnak olyasfajta képeket, ami gyakorlatilag vizuális erőszak, és a fiúk számára ez poén, és a lányok számára pedig lehet, hogy erőszak. És azt hiszem, hogy ez lenne, ami nagyon fontos lenne a szexuális kultúrában is, hogy ezeket végignézni, hogy minek milyen hatása van, miért úgy kezelünk, ahogyan. Úgyhogy én azt hiszem, hogy szexuális kultúrában nagyon-nagyon sok mindent lehetne még tanulni, és azt hiszem, hogy érdemes is lenne. Önök elkezdték, tehát jó úton járnak. Mi a, ugye ezt tanítani is azért én hadd mondjam azt, hogy speciális ellenpróba. Igen, és egy elég nagy kihívás, igen. Ez nagy kihívás. Gondolok itt elsősorban arra, hogy ezek nagyon súlyos problémák, amelyet óvatatlanul is rejtegetünk. A lélek legmélyebb bugyrait kell, hogy kiöntsük. Gyerekkorban ezek még nem feltétlenül így működnek. Én most a felnőttekről tartom. Igen, a felnőtteknél, igen, azt hiszem, hogy a felnőtteknél néha ezek fájdalmas folyamatok, néha pedig azt hiszem, hogy felfedező folyamatok, mert hogy ilyen is van, hogy olyasfajta területeket lehet felfedezni, vagy megismerni, amiket lehet, hogy magamról sem ismertem, vagy a másikról sem ismertem. Tehát ez egyben felfedezés is lehet. És megint csak azt mondom, hogy ahogyan ezeket megéljük, az, hogy mit tanulunk róla, hogy milyen forrásból tanulunk magunkról vagy a másikról, hogy egyáltalán tanulunk-e például, szélesítjük-e bármilyen módon az ismereteinket. Ha már szexről van szó, akkor például a testiségről, az érintésről, az érintések sokfajtaságáról, az időről vagy a figyelemről, azt, amit egy kapcsolatba bele tudunk tenni, ezek mind olyan dolgok, amik tanulhatók, fejleszthetők, nagyon jól fejleszthetők, és én azt gondolom, hogy nagyon érdemes is ezekkel foglalkozni. Hát igen, a szerelem misztériuma nem csak az ágyból áll, nagyon régóta tudjuk ezt. No, ugye arról beszéltünk, hogy a szex misztikuma az mindig megmarad. Tudunk-e élni vele? Hiszen azért utalnék itt arra, hogy folyamatosan azért figyelemmel kísérjük, hogy mi minden zajlik az igézőben. Ez egy igéző program, ha úgy tetszik, az igenek és nemek. Tehát ez a párkapcsolati tanácsadó, gondolkodó, gondoskodó órák, amit ott együtt töltenek. És én azt vettem észre, néha azért arra felé tévedünk, hogy kortól és nemtől függetlenül, de párban járnak az emberek. Tehát erre van igény. Tehát jó úton járunk mi, középkorúak, ha úgy tetszik, vagy fiatalabbak? Az igézőben azt hiszem, hogy a Nemekből Igenek klub során érintünk néhány olyan dolgot, amiről nem szoktunk beszélni. Legutóbb például arról beszélgettünk, hogy akár a munkára hogyan hathat például a szexuális élet, vagy oda-vissza. De nem csak a szexuális életről beszélgetünk, hanem nagyon sok közérdekű témáról, a pályaválasztásról kezdve a munkahelyről, helyzeten keresztül bármiről. A szexualitás viszont egy olyan téma, ami speciális terület, és az, hogy jó úton járunk-e, inkább azt mondanám, hogy kísérlet. Az, hogy elkezdtünk másként beszélni erről, elkezdtünk egyáltalán beszélgetni, és az, hogy jönnek párok is, jönnek egyének is. Néha azt érzem, hogy bátortalanul még, mert hogy ez a terület, ez megint csak rejt magában egy ilyesfajta érzést, hogy ha bármi módon közöm lesz ehhez a témához, vajon nem fognak-e megszólni, vajon nem lesz-e kellemetlen, szégyenteli, hogy én ilyen dolgokról beszélek. És azt hiszem, hogy ez lesz az, ami jócskán időt fog igénybe venni, hogy akár felnőtteknél, akár gyerekeknél az ilyesfajta szégyenérzet ez valahogy oldódjon, és természetessé váljon az, hogy a szex az az életünk része, akár tetszik, akár nem. Hát leginkább ebből születünk. Hála Istennek tesszük hozzá. Köszönöm szépen. Köszönöm és ahogy szépen. Ígértem, már is meginvitálom egy következő beszélgetésre. Nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy megtisztelt. Kedves nézőink, a szexualitásról esett szó. Vendégem Sélei Györgyi, szexológus, tanácsadó, mediátor volt. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra. Na csak a...